A szlovák bajnoksággal párhuzamosan véget ért a magyar labdarúgó nb 1 és a Debrecen az utolsó fordulóban lett bajnok azonos pontszámmal a győr előtt. A zárónapra maradt a bronzversenyfutás vége a Fradi sikerével, a Vidivel szemben. A fejváriak azt a Diós fogadták, ami a Liga Kupa döntőben legyőzte őket, a Magyar Kupában pedig a DVTK-t végül az Újpest verte a döntőben, ám az Európa Liga indulása Miskolciaké, a hat hónapra eltiltott vehemens szivicsedző helyén az utánpotlás igazgató Bene Ferencül a kispad Mondom, vele értékeljük a szezont, jó reggelt kívánok, szervusz! És a jól össze is kötöttük, mert a Duna Szerdai szurkolótábort Szabó Otto a Diós Győrihez hasonlította. Ez a szurkolótábor, ez mennyit segített nektek ennek a szezonnak összevéve minden eredményének az elérésében? Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Igazából ez szavakban nehéz kifejezni, hogy mennyit segített a Diós Győri szurkolótábor a csapatnak. Tehát úgy gondolom, hogy minden Miskolci és minden, minden régióbeli büszke lehet a csapatára és a szurkoló táborára, és a játékosok is és a szakmai is, stáb is nagyon nagy köszönettel tartozik a szurkolók felé. Az utóbbi 35 év legjobb szereplését produkált az nb 1 es csapat, két kupa döntőbe jutottunk be, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most egymásra talált a szurkolótábor és a csapat, és nagyon nagy köszönettel tartozunk nekik. Tehát most Diós Györgyben talán a klubszín piros a rózsaszínre váltott, igaz? <laughs> hát a klubszínnel meg a tradíciók a szent, de, de nyilván most, most egy, egy, egy álom időszak van Diós de hát remélem, hogy ez folytatódik. Először a kupáról. Ott volt olyan érzésed, hogy nyomják a Diós Györgyt? Gondolok Tények. arra a bizonyos kupadöntős vállon talált labda Kádár Tamás kiállítás. És ugye ez, ennek biztos, hogy fontos jelentősége volt, ezt, ezt, az újpestiek is elismerik. Igen, a élőben ugye a kispadonhoz képest távolabb oldalt én nem láttam pontosan, de visszanézve hát elég szomorú esetnek tartom, hiszen egy ilyen kupadöntőben egy ennyire kétes szituációt, vagy igazából nem is kétes szituációt így ellenünk ítélni, ez egy súlyos hiba volt. Több tízezer szurkolót bántottak ezzel maga a csapatot is. De hát nem akar az ember ilyen pontokról beszélni, mert ugye a tavaszi szezon folyamán én nem dolgoztam a felnőtt csapattal, csak ezt a két hetet, nem egész két hetet. De azért, azért hallom vissza meg, amit láttam a mérkőzéseken, hogy több pontot elvettek a DVTK-tól. Reméljük, hogy ez hosszú távon ugye szokták mondani, hogy kiegyenlítik pozitív-negatív döntések a szezon folyamán, hát akkor, akkor jövőre nagyon sokat kell a javunkra tévedni a játékvezetőknek. Na most vezetőedzőtöket, Tomislav Szivicset fél évre azért tiltották el, és elsősorban azért, mert az ilyesfajta vitatott döntéseket kérdőjelezte meg. Jogos ez az eltiltás szerinted? Én nem vagyok jogász, és nem szeretném minősíteni ezt az ítéletet, de, de annyit azért tudok én is, hogy a magyar futballban és a nemzetköziben is példátlan ez az eset. Tehát én nem tartom normálisnak, hogy egy edzőt a, a, mindenféle munkavégzéstől eltírtsanak, Nem bűnözőről van szó, nem, nem követett el gyakorlatilag bűncselekményt. Úgyhogy én, én nem, nem, is értem ezt az ítéletet, és ezt úgy gondolom, hogy senkinek sem jó, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb ezt megváltoztatják ez a te munkádat nagy mértékben átformálta most ebben az időszakban, és már a, a, ebben az utóbbi két hétben is, és a jövőben is ez várható. Hogy fog most kinézni ez az együttműködés szívicsmesterrel? Az eltilt, a mindentől eltiltotta. Hát az biztos, hogy a, a, az egész klubnak az életét, a játékosokat is, és az én életemet is nagyban megváltoztatta. Tehát én az el, január óta én utánpotlás szakmai én tevékenykedek, úgy gondolom, hogy, hogy azért valami elindult a Diózsér utánpótlásban, komoly szakmai programunk van, egységes stílus alapján képezik a játékosokat, ki akarjuk... Na bizony, a, beszélgetünk itt erről, az, az edzőket is egy, -egy egységes szemléletet próbálod ösztökélni. Szóval ott elkezdődött a munka. És, és, nem utolsó sorban azt hadd tegyem hozzá, hogy a, a, a Vitelki Zoltán és a László személyében, és a Vitelki Zoltán vezető alatt az U21-es csapat, ugye legutóbb, amikor itt beszélgettünk, akkor, akkor Pár ponttal utolsó helyezetként várta a szezont, és nagyon büszke lehetek a kollégáimra, mert fantasztikus munkát végeztek, és most jelenleg úgy áll, hogy tavaszi eredmények alapján második ez az 21-es Diós Győri csapat. Tehát remélem, hogy a munkánknak meg lesz az eredményes a következő években saját nevelősi Diós játékosok többségével lesznek, vagy legalábbis tömegével megjelennek az első csapatnál. Mert hogy akkor nyártól te már jó szívvel fogsz ajánlani abból a csapatból játékosokat, igaz? Mindenféleképpen. Nyilván a képzési folyamat egy nagyon hosszú távú dolog, tehát a piramisnak az alját is szeretném felépíteni, nem csak az U21-es csapatot, de az biztos, hogy az U21-es csapatból is azok a játékosok, akik ildomosak lesznek rá és érettek rá, ott fognak kopogtatni az első csapat ajtaján. Na most, akkor ez hogy fog most kinézni, ha ez az eltiltás így marad a, a következő fél évben? Kettős feladatot kell ellátnod? Foglalkozod tovább az utánpótlással, igazgatod, de közben meg uh, Tomislav szívicnak is kell lenned. Én Tomislav Sivicset nem lehet pótolni, és nem is uh, szeretném ezt megpróbálni, tehát... Uh, én azt hangsúlyoztam, hogy amikor, amikor, kineveztek, akkor én szakmai stábot voltam hivatott segíteni, ami természetes, hogy, hogy a házon belül egy maximális végzettsége segít, de, de nyilván meg volt Zsirojevics és Radenkovi személyében az állandó segítője, tehát én nekik segítettem és mindenféleképpen elutasítom. Én bízom benne, hogy megváltozik ez az ítélet, tehát minden egyébről korai beszélni. Egy biztos, hogy én szakmai igazgatóként szeretném folytatni az utánpotlásnál, tehát nekem élő szerződésem van, és amíg bíznak benne a vezetők, addig, vagy fel nem építem ezt a rendszert, működőképessé, addig mindenképp maradnék. Ha ez megváltozna, akkor, akkor, akkor természetesen várom a kihívásokat, hiszen szeretnék én még vezetőedző lenni, de semmiképpen sem most és semmiképpen sem. Nem most sem, is ilyen körülmények között. Tomislav helyére pályázom, semmiképpen e, a, a nemzetközi e, porondon ott majd, ha ez a marad, akkor is ott leülhet a kispadra, igaz? Igen, hiszen az mls tiltott el a magyar bajnokságtól, de mondom, reméljük, hogy ez meg fog változni. E, nézzük azt, hogy mi várható, e, a fiatalokról már beszéltünk, mi várható most egy ilyen sikeres szezon után a csapattal, a kerettel. Meg lehet-e tartani a csapat nagyját, és nem fogják el túlságosan szétkapni a Diós -Györt. Mit gondolsz? Hát egy biztos, hogy, hogy amennyit ebben a 9 vagy 10 napban együtt dolgoztam a játékosokkal, én azt láttam, hogy egy nagyon egységes csapat, és uh, ugye egy felszabadult légkörbe dolgoztak, tehát nem olyan volt minden nyomás alatti bajnokság közben. Tehát ilyenkor mindig más uh, mentálisan egy ilyen munka, de csak a legjobbakat tudom mondani a játékosokról. Tehát uh, igazi csapatként viselkedtek a pályán, és a viszonylagos tét nélküli mérkőzés ellenére nagyon alázattal futballoztak. Tehát egy jó uh, csapatról van szó, akit a, a szurkolók is elfogadnak és szeretnek. Ez innentől kezdve a legfelső vezetésnek a, a témaköre, hogy mennyi játékos tartanak meg. Én bízom benne, hogy együtt tartják a csapatot, és sikeresek lesznek, és nagyon fog szurkolni, és, és kívülről, amit tudok, segítek, de, de mondom, nekem megvannak a feladataim. Aha. Na most az látszik, hogy a létesítményfejlesztésben is lépegetnek Diós Győrbe, erről is gondolom, hogy be tud számolni, akár, mert stadionról szoktunk elsősorban beszélni, de azért utána a, a háttérben is vannak létesítményfejlesztések. Hogy áll az új stadion téma? Mit tudsz te róla? Én úgy tudom, hogy legalábbis a polgármester úr kinyilvánította, hogy most már szerződések szintjén is alakul a történet. Tehát ami évek óta ígéret, az egyre inkább körvonalazódik, hogy megvalósítás nyer. De természetesen ebben én nem vagyok kompetens, csak én is bízom a végrehajtásban. A másik pedig, ami nagyon fontos lenne számomra, hogy egy, egy új utánpótlás akadémiát is tervez. A város, illetve a klub. Tehát többek között a, a, a mi munkánknak is az lenne a, 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 az ütőkártyája, hiszen én, én úgy gondolom, hogy a szoftvert magát, az, edzői, az edzőket, az edzők fejét, az edzők szellemiségét és szakmaiságát én tudom alakítani, és tudok egyfajta szakmai tervet kidolgozni, ami most folyamatban is van, és úgy gondolom elmúlt időszakban azért fejlődtünk ebben, de a létesítményhelyzeten is ahhoz, hogy a TOP akadémiákkal, versenyre tudjunk kelni, és megtartsuk a régióban a játékosokat, illetve azt a két-három megyét felüleljük, ami, ami Miskolcot körülveszi, ahhoz, ahhoz viszont erre is szükség van. Nagyon nagy szívó ereje van, vonzó ereje van változatlan a régióban a klub nevének, a csapatnak? Mit tapasztal? tapasztalsz? Én azt tapasztalom, hogy egyfajta, egyfajta, trendet jelent a DVTK maga, a címer, meg maga a tradíciók, azért több mint egy száz éves klubról beszélünk, hatalmas szulkoltáborral, és úgy gondolom, hogy az igenis perspektíva és kihívás lehet egy fiatal játékosnak, hogy a DVTK nb 1 csapatába futballozzon. De azt is tudni kell, hogy a 21. századi körülményeket tekintve azért nagyon sok elszívó erő van, és sok olyan akadémia, ahol jobb körülményeket biztosítanak. Ha ebbe tudunk változtatni, és a szakmaiság, az a szakmai fejlődés és az edzők részéről ez, a, az ez alázat és szakmai munka megmarad, ami az elmúlt időszakban én tapasztaltam, meg ez a fejlődés töretlen, akkor később ezekkel az akadémiákkal vetétásként tudunk szembeszállni. Hát vagy így legy így dolgozni. Így legyen, Feri. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon köszönöm én is.